Hellóztok! Ebben a videóban egy bejelentéssel fordulnánk hozzátok, vagy egy kérdésem, ugyanis, mint tudjátok, most van ez az új Tekit, hát egyelőre viszonylag új Tekit Light, és hogy folytassuk-e ezt a Tekit Classic sorozatot, vagy kezdjünk bele egy másik sorozatban. Ez lehet nem csak Tekit, hanem esetleg Feed the Beast, vagy igazából akármilyen, amilyen modpackes dolog. Csak ugye, hát ugye ezt Akármilyen a saját tekit... modpacket is ugye össze tudunk állítani ennek az új tekit launchernek a Ja. segítségével. Ugye itt a tekit Classic mapjét már nem tudjuk átvinni a tekit Lite-nak a mapjére, tehát attól kezdve, hogy összeakadnák a dolgok, igazából szerintem minden galiba lenne, még lehet, hogy a szerverrel is. Úgyhogy ez a rész még tekit Classic-be lesz, de igazából hát döntsetek ti, tehát hogy írhatjátok ezt kommentbe vagy levélbe, esetleg Facebookra, akár hozzám, akár Sútihoz, hogy igazából mit szeretnétek, mert akkor ugye igazából ezt a sorozatot nem szeretnénk abba hagyni, viszont azt se szeretnénk, tehát hogy valakinek esetleg fölösleges legyen, vagy mondjuk ezt nem szeretné igazából, tehát hogy azért itt igazából most szavazzátok meg ezt, hogy melyiket szeretnétek, mi nem tudtunk döntésre jutni, de igazából úgyhogy mind a kettőt, akár melyiket szívesen folytatjuk, tehát lehet tekit, vagy pedig más, ezt meg eldönthetitek. Jó, hát ebben a részben én viszont akkor elkezdek például lámpákat bemutatni. Úgyis, What? hogy kidekoráljam azt a házat. De egyébként csinálhatunk még ezen kívül sok-sok minden jó dolgot. Na hát, egyelőre... Előző részben győztük le a boss, nem? Mert itt meg van nálam loot-szerű valami. Azt hiszem. Szóval... Vagy valamikor legyőztünk valamit. Már régen volt. Szóval a Red Power 2 mod behozza ezeket a lámpákat. Tekit Light-ba sokkal több fajtát. Egyelőre vannak ezeket. Ezek igazából dekoráló elemként is jók, vagy mondjuk Redstone-nál mondjuk jelezni, hogy melyik kivezet és melyikhez tartozik. Én most bemutatásképpen meg is sem, mondjuk, hát... Kezdem egy sárga... Hát, legyen sárga, az olyan jól néz ki. Kell hozzá egy kis virág, glowstone. Redstone. El kell mennem világ beszerző útra. Jó, egyáltalán valamire ezen kívül kb. A lámpa? Jó, tudom a tintának, mármint a festésnek, de ez úgy kb. Soha senki nem használja. Hát nem annyira. Ez a kis energiarendszerünk jól működik, ahogy nézem. Jó, ennyi bőven elég. Jó, oké. Pont egy hatonyás pak. Gyémántot addig beteszek, hogy ezt a sok cuccot átalakítsa. Jó. Most már van ilyen yellow lumárunk, amiből ugye meg tudjuk csinálni a lámpát. Ez az. Jó, össze. Pont most én is nyomtam volna bele. Üveg is kell. Tökéletes. Hey, hová tűnt? Ott van még bent. Ja, szuper, csak nekem bugzódott be. Bugzódott? Milyen szépen mondtad. Kár, hogy nincsen ennek EMC-je. Itt egy kapcsolat is amúgy. Nálam. Lekraftolok még egy párat. Glowstone.
hogy itt a projektéből, ugye gondolom tudod, hogy nem kell kitölteni, hanem elég, ha csak a formát kirakod. Jó, igen. Na, már nagyon megszoktam. Követlek. Biztos fogod úgy bekötni, hogy ne látszódjon. Hát, esetleg, mint... Jó, megvan szerintem, tudom már, hogy hogyan. Bár az egy kicsit macerás. Vannak még ilyen deszkás lapjaink? Tehát egy ilyen... Van. Nagyon mondjuk nem sok, de van. Vágott. Itt azt hiszem ebben még 7 darab. Haladtam volna. Jap, 8. Sőt, 64 stack, akkor még van egy rakat. Mondjuk 64 darab még van mellette. A nagy ládába, ebbe. Jó, kösz. Ez most jó lesz. Ops. Akkor Red Alloy Wire-ra így átkötöm. Már ha... Ó, basszus, nem ezt akartam. Miket is csináltam, armorok megvannak. Ja. Jó. És akkor még ebben a részben legyőzhetünk egy következő bosszot, hogy haladjunk a boss legyőzésekkel is. Szantad, mi a következő? Fú. Hát az előző részben volt a Piggy. És mondjuk már az is baromi sokat ütött. Hát igen, viszont most már nehéz lesz erősebb ruhát csinálni. Hát potion. Kell. Lehet, hogy akkor én el is kezdeném a potion. Ám mondjuk az rengeteg net, nagy izét. Netherben lévő cuccos kell. Hiszem Spider Queen lesz a következő. De nem mit, akkor én inkább megyek most a Netherbe egy picit izélni. Jó. Potionöknek alapanyagot gyűjteni. Hm. Arra kéne egy külön láda. Nincs boltam már, pedig most jól jönne. Mi? Mi kell? Bolta. Ha-hu-hu-hu. De hogy teleportáltál ide? Nekem azt mutat, hogy egyszer csak ide teleportáltál. Ja, olyan próbálkozok most, hogy... így, és akkor ezt így szépen befedem egy ilyen deszkalappal. Jó, és akkor ezeket össze kéne valahogy kötni, gyönyörűségesen, okosan. Ó, oh, slimeból is kell. Nekünk ilyen blaze cuncunk van? Blaze rod vagy blaze izé? Úgy tudom, nincsen, pedig abból jó kis masínokat lehet csinálni. Ja, mert akkor én most leugrok a netherbe. És próbálok valami értelmes cuccokat felhozni. Mert akkor én nekik ezek potionöknek szerintem, ami igazából nem tekít, hanem sima Minecraft, de úgy is kell, ahogy hívják hozzá a bosshoz, legalábbis nem árt, hol volt a portál? A másik oldalon, várj, merre mentél? Megvan. Jó. De jó. Deszka. Juppi. Vissza a netherbe. Ah. Pigmeneket nem akarom megtámadni. Elfogyott a reszónom. Ja, ide betettem őket. Komba nem kell. Azt, hogy innen hol a kép, azt meg nem mondom. Hát tudod, az egy eszom, nem itt volt nálam? Úgy valóban ide bedobtam. Hm? Tessék? Tűnnek el itt a dolgok. Szokásuk. Aha, szóval, hogy akkor most magasan vagyok, mert nem tudok tovább repülni, akkor meg lefele kéne ásnom. Ujjaj, picit mintha igen akadik egyértelműen. Szeressük a Nether-t. Hát igen, a Nether lagja. Ja, de hülye vagyok, itt van magasság. Úgy.
Hogy öregbe jutunk ki ebből a barlangból? Elindulok az egyik irányba, egyszer csak kijutok. Elvesztettem egy redstone-t. Valahol itt volt a kezemben, nem lehet. Hova tűnt? Jézusom! A na jó. Pedig az még kelleni fog. Nem tudom ebből... Semmi, jó. Szuper. Áh! Úristen, akad. Még így is akad, akkor... Akkor talán a látótávolságtól függetlenül akad mi. Nem, ha forrá... Ha izé messzire állítom... De, úgy is akad. Na, akkor mindenhogy akad kb. Tök mindegy, hogy rövidre, normálra vagy izére rakom. Ugyanúgy akad, úgyhogy valami más miatt akad. Na mindegy. Akkor ez van. Hogy a fenébe lehet innen kijutni? Én még mindig az utolsó reszonomat keresem. Hát ez kész. Teljesen eltűnt. De eldobtam, vagy hova tettem be a Turtle-be? Jaj, van még egy véletlenül egy darabka redstone valahol? Egyáltalán? Te biztos, hogy van. Ez ezért érdekes. Kop, kop. Ládákat nézzék, pláne, hogy én magam is kiraktam. De jó. De ez meg lehetetlen, hol én vagyok. Ekkora hegy? Jézus, na jó, szuper. Hát ilyen nincs. Én meg nem találom a rohadt kiutat innen. Tépéz, ha máshogy nem. De hova? Hát hozzám. Nem úgy értem a kiutat, hanem hogy egy barlangban van a kapu. És a nyílt ég alá, szóval ki a redőrhöz. Hát, ja igen, az egyik részben én is azt kerestem. Ez borzalmas volt az a nedőr. Fúj. Nagyon hülye helyre rakta ezt a kaput. Hol a rákban lehet a kiút? És az a visz, hogy hiába sok föl vagy le, egy hegybe vagyunk. Amint a kapu. Helyben van. Ez, hogy akkor elkezdjek oldalra ásni, de azt hiszem, hogy bármelyre ások, csak izé van. Lol. Jó, oké. Okay. Ezt a lesszont én nem fogok most lemenni egészen a bedrock szintjéig. Ezt most beadom, de csak egy darabkát, hogy végre. Legyen olyan borzasztó. Ja, lehet, hogy ez is, hogy kihajintottam ide a túlmenibe. Mindez ez egyik részben az üveget. Lehet, hogy az első volt. Ja, még az első. Na, meg is van az első dolog. Jó, hát két gyönyörű sárga lámpa már be van kötve. Micsoda epic lecsapás volt ez. Jó. Oh, fire slime. Hey. Fire slime. Ja, ilyen tüzes slime. És buggol, mint adtam bele a plafonba. Majdnem megütöttem egy pigment. Az meg a legkellemesebb. Ja, nem akarlak bentani mennyi innen.
szóval itt a kiút amúgy, hogy itt a... Nem, nincs is itt az út, na jó, utálom a Nethert, hivatalosan is. Gyorsan, Aloy Furnace! Éges! Bár mondjuk az az igazság, hogy lehet elkészíteni egy Blue Electric Aloy Furnace-t is, hogyha már van úgyis kis Blue Electric-es energiánk. Hogy érzed? Ilyen elcseszett kastélyt én még nem láttam tekintve. Úgy van, hogy a kastély folyosóján egy szintig az alsó szinten nincs, a felső szinten meg van bedrock. Vagy itt ilyen leather rock. És így félig be van nőve a izé. Lol. És így tájékozódni sem nagyon tudok, de mozogni is így mindjárt eltörik a csákány. Aha, hát ez egy szép kör volt, de semmire nem volt jó. Fenébe! Már följöttem két szintet, de még mindig. Há. Szerintem elcseszett helyen vagyunk. Valahogy kiutat, könyörgöm. Nekem meg még kell gyorsan. Red Alloy Wire. Hoppa. Már 80 magasan vagyunk. De lehetetlen ezen az őr. Jézusom! De jó, hogy ez. Ben van a No Creeper, vagy más se tudom mi ennek a neve. Ja, Creeper nem robbant. Creeper nem robbant mód, ezt így egybe szépen. És mi van itt? Mi sebzett meg? Vagy csak a lag? Vagy a Turtle? A Turtle, így föllázadnak ellen a gépek. Hát most ott táncol. El van hanyagolva szegény, biztos megbosszulja. Az előző részekben lulatok volt szó, úgyhogy... Na jó, akkor most elindulok lefele. Vagy mégsem ért, csak fölfele van lépcső. Ohó, találtam egy lávát. Jaj, még van itt egy fákjám. Gasztot hallom? Jézusom, mennyi ma innen? Valami ég a közelbe. De hogy mi és hol? Á, itt vannak. Itt egy izé fal, vagy mi az spamner. És lő. Valahogy ezt... Jó. Gyönyörű lámpák be vannak most már kötve. Ezt gyorsan itt még elfedem. Úgyse foglalkoztam még igazából különösebben a Red Power 2-vel. Ebben a sorozatban. Majd készül róla egy normálisabb tutorial. Ahol igazából a kezdetektől fogva. Végig lesz magyarázva, hogy a Red Power sajátosságai. Ó, én hülye, nem hoztam vizet a Netherbe. Ez nagyon rossz döntés volt. Amint szó, így eloltani magamat. Vagy akármit hozzak le, mert most úgy csinálok semmit, mert most készült el a lámpa. Hát, jöhetnél segíteni, mert ezeket így egyedül nem tudom, hogy fogom kinyírni. Jó. TP-z inkább, mert baromi macerás ide jutni. Persze. Pláne, hogy a kardom nem ér el odáig. Ajjaj, már megint égek. Kaj, az például kell. Rengeteg. Abból csak kettőn van, mondjuk. A Netherbe gyorsan éhezik az ember. Átkozott törtő. Ops, sheltert a csákányom. Lehoznál egy csákányt? Aha. Jó, van egy Diamond Drill plusz, meg akkor beteszek egy csáknyit. Ja, egyet megöltem. Tudod mit az lesz, hogy fogom magam is ide lerásolok hozzájuk. Egész jó. Csak... Aha, csak hogy most ez érdekes. Nem tudom felszedni a cuccokat.
Akarjuk mi ezt, hogy széttörjön? Egyelőre csak így bekerítem, azt hiszem ezt úgy lehet hatástalan. Ítani, úristen, három ide spannolt mellém. Ez olyan vicces hallgatni. Na jó, ugye lemegyek segíteni. Jó, ez a kard instant killeli őket, akkor annyira mégse kéne félnem. Nano saber bekapcsolva, elég effektív ellenük. Azt hiszem úgy kell, hogy teljesen el kell kerít, vagy be kell őket izélni. Ásni. És akkor velem spanolnak. Ha meg itt vagy? Mi meg már megint égek? Na jó, elpakoltam, jövök. Csákányt, please. Ebbe vagyok szorú. Tessék, itt egy diamond drill. Yeah, thanks. Nekem még úgyis van egy emerald csákányom. Ez most hol van? Milyen hely? Ez itt a spawner, és ott van melletted egy kis dög. Na akkor mondom a leltárt, mink van. Blaze rod az pipa. A netherrockból már bőven több, mint pipa. Soul sandünk van, és a nether wretünk is van. Úgyhogy gasztot kell már csak találni, és akkor mehetünk fölpotizni. Rendben. Jézusom. Innen jöttem. Arról, úgyhogy erre ne menjünk. Erre jöttünk föl. És hát akkor erre fele kéne valamit találni. Ha itt van láva, az annyiba jó lehet. Nice. Most tudod, hogy belefutottál le láva. Úristen, mennyi blaze, azért ezt nem kellett volna. Úristen. Del instant killeled. Jó, viszont azt hittem, hogy a tűz meg a... remek. Ez? Jó, hogy hoztam egy kis kaját. Hát plusz 3 blaze. Na jó, ezt széttöröm. Így. Mert egy elég szerintem, pláne hogy messze van. Mondjuk ez furcsa volt. Kicsit óvatosabbannak kéne lennem. Hát a netherben nem árt. Hát... Jó. Jó, menjünk. Menjünk. De merre? Ez hogy lehet, hogy jobbra kéne tartani? Igen, az a baj, hogy nem tudom, hogy magasan vagy alacsonyan vagyunk. Ez szerintem magasan. Bár itt még hat a jetpack, de... Mert valahol benne vagyunk a izébe. Ez a vár új spamnolt, hogy ilyen pagosan bele spamnolt valami. Úristen, ez hogy töri. Istenba. Viszont baromira meríti. Jó. Valamelyre vigyázz, mert azt is nagyon hamar szétkapja. Baromira eszi ez a izét. Hát, sajnos valamivel kéne. Én már ahol spamnoltunk, ott megpróbáltam teljesen leásni a bedrockig, és teljesen fölásni addig, amíg csak túrtam a izével jetpackkel. Ez azért ez egy nagyon furcsa. És semmi volt, szóval hogy ez egy hegy volt. Úgyhogy lehet, hogy pont a másik irányba kéne menni, mert errefele volt a spawn point, nem? Hát itt van valami. Te nyílt tér vagy? Hát nem nyílt tér. Ja, barlang, á, barlangokat utálom. Legalább egy picivel gyorsabban lehet barlang. Haladni. Igen, csak hogy általában a barlang barlangba vezet, szóval na, hogy... itt a nyílt tér. Ó, zsír végre. A pigiket ne támad meg. Hát most annyira nem akartam, bevallom. Igen, akkor magasan volt a spawn point, benne van még hozzá ebbe a hülye nagy falba. Gászt! Te ebben biztos vagy, hogy így jött fölött? Jó, azért még van... Még van jetpackem. Nekem is áll a jogingnek. Gászt! Gászt! Csak aztán egy rossz időzített lag és... Jajjaj, ne is mondd! Én inkább nem. Szóval nagy tereknél, ahol egyáltalán nem vagyok biztos, hogy a lag az nem el meg. Persze, amikor kéne, akkor egy sincs sehol. Igen, de amikor mondjuk menekülni akarunk, akkor meg rögtön megjelennek. Á, úristen, mekkora akadás, utána van nether. Mondjuk elég gyönyörű így repkenni a nether felett. Én picit töltök itt, szerintem most. De, wow, jaj, jaj, csak érjek ki a partra. Jaj, ez azért kellemetlen volt. Akadt vagy? Hú, a nether lagja. Gázt. Ez azért durva volt. Gászti. Ah, fuck.
Mi lenne, ha addig felgyorsítanánk, amíg nem tudunk egy gáztot, mert azért ez nem biztos, hogy annyira izgalmas. Megesett. Jaj. Ah, megvan! Rohadt. Ó. De jó. Szárazföldön vagy? Igen. Gyere, tépész hozzám. Először kell az én nemem basszán a tiédet, ugye? Várjál. Most tépészhetsz. Jó. Ajaj. Oké, hát akkor vadászunk le valami olyan területen, ahol nem láva fölött van. Ez itt jó terület. Becserkészem! Jaj, nem áll. Túl gyorsan meghalt. De most mi az adott? Nem dobott, vagy nem láttam, hogy dobott. Hát én se. Ajaj. Egy másik XP. Na, lehet, hogy nem dobott, csak... Tök jó. Hát nálam nincs, úgyhogy valószínűleg nem dobott. Fák. Jó, hát akkor folytatjuk a keresést. Ott van még egy. Na, az jó. Ne! Úristen! Oh my god. Fuck lag, utállak, Nether. Nekem már gyakorlat ez a láva fölött van, és ott nem biztos, hogy jó ötlet megölni. Igen. Mondjuk, ha ketten ott lebegünk mellett, ám már nem nagyon a láva fölött van, ezt valahogy ki kéne csalni. Kicsit menjünk messzebb, hát a követ. Most ez eltalált? Várjál, fölöttünk van még egy. Jézusom. Ó. Oh. Na jó, hát akkor én ezt azért elmegyek. Ja, azt akkor azt lehántolni. Menekül a gyáva. Persze, hogy menekül. A gasszok már csak ilyenek. Sírnak és menekülnek. Ne. Mihez? Mihez? Nincs jetpack. Jaj, ne. Túl magasan van, és nem tudunk jetpack-et. Ez most ne. Troll a gázt, troll a gázt. Na most. Mint ez, a dobott volna az? Valamit, ez gunpowder vagy? Ez gunpowder, basszus. Nem dobott izét? Nem. Hát akkor még ezt. Amúgy elég egyet, mert aztán tudjuk többszörösíteni. Hát persze. De egyet kell szerezni. Na. Letámadom! Ah! Au! Ne. Jaj, de troll. Jaj. Várjál, oda terelem így. Csak oké, terelt. De szemét, basszus. Na, menjél már arra, hát nem hiszem el. Na, itt vagyok előtted, menjél már a másik irányba. És belemegy a láva! Ez egy nagyon szemét. Ez egy nagyon szemét gáz. Ezt a hülye gáztat. Ez azért vicces. Inkább beszuicide-ol, csak hogy ne legyen a miénk a lootja. És nézd meg, teljesen elmerül szép lassan benne. Nagyon ravasz, nagyon ravasz. Gratulálok, gász, ezt ügyesen elintézted. De én ezt békén hagyom, megyek egy másik butább gáztat keresni. Jaj, de ad gázt. Lol, és most meg kijön a lávából. Itt van még egy. Él. Még él! Erre nem hat láva? Nem hat a tűz, vagy mi? Ajaj, és kirobbantja lólam a talajt. Meg egy kis levegőszigetet nálam. Nem semmit se adott. Hogyha igen, akkor már mindegy. És megint visszament a lávába, ez így kibecikázik. Most megint kijött a lávából. Gyakorlatilag nulla a jackpackem, úgyhogy vissza kell, hogy menjek. Igen, nekem is eléggé közmerülni. Jaj, ne! Ne! Ez azért... Nem jó. Valami olyasmit tapasztalok, amit nem kéne, hogy tapasztaljak. What? Írd be, hogy per home. Biztos? Hát biztos. Aha. Csak hogy ezen a világon nincs. Viszont a portál az 400 méterre van, úgyhogy elgyalogolni el tudok én oda, szerintem. Jó, addig én folytassam a gázvadászatot, amennyi ideig tudom. Amíg van jetpacked. Hát jó. Mert én bejelöltem waypont-tal direkt a portált. Nem tudom, én még sose vadásztam gáztot. Tehát potionölni már többször, csak hát még gáztot sose vadásztam. Milyen nehéz lehet ez jetpack nélkül? Bobval amúgy annyira nem. De jetpack nélkül amúgy tényleg szopás. Feed van egy jó kis ilyen húk, amivel oda tudod magadhoz rántani a kijelölt áldozatot. Viszont most az a nagy cumi itten, hogy lehet, hogy 300 méterre van, csak hogy tömör fal választ el tőle, és a csákányom nem fogja bírni. Ne. Vagy valamit kerülni kell, amit meg a jetpackem nem fog bírni, mert már vörösben vagy izében van, pirosban. Én
egy negyed sincs már benne. Ássak vagy repüljek? Hát szerintem előbb elkezdek ásni. Aztán majd te ide tépézel és a maradék nyit. A te izéddel talán ki tudjuk ásni. Kifogyott a jackpack-em. Jézusom. Nice. Na hát akkor megvan oldva, otthon vagy. Igen. Otthon, édes otthon. Jó, oké, kész, ennyi, vége. Nincs jackpack-em. Jó, mindegy. És nekem meg kifogyott, de még 200-ra vagyok. Miben tudnék neked segítkezni addig? Hát a potion-eket akkor kezdjük el, és így. Jó. Oké. Bár lehet, hogy már folytathatnánk inkább a következő részbe. Lehet, hogy nem ártana. Jó, mindegy, a feed-ből visszajutott eszembe, hogy esetleg azt is akár. Ja, vagy mondtam az elején, mindegy. Ja. Oké. Na mindegy, szóval akkor nyugodtan írjatok. Lehet Facebookra, lehet akár kommentbe el fogjuk olvasni, és akkor valahol gyűjtögetem, vagy írogatom, és akkor, hogy igazából így a többség mit szeretne. És akkor annak függvényében majd fogjuk folytatni, vagy nem a sorozatot. Vagy pedig úgy fogjuk folytatni, hogy esetleg Tekit Light-ot kezdjünk, bár kezdhetünk akármi más modpacket is el. Jó, oké. Na, és akkor, hát addig is, sziasztok! Sziasztok!